A mesének terápiás hatása is lehet, mondják a szakemberek. A Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar nemzetközi tanácskozásán egyebek mellett erről is szó volt. A mesekutatásokból alakult ki egy olyan segítő eljárás, ami a meséken keresztül próbálja megmutatni azokat az utakat vagy mintákat, amelyek ma már nehezebben mennek az embereknek, mert hiány vagyunk ezeknek az emberi mintáknak. Szerencsére a mesék megőrizték ezeket, és a meséken keresztül is rá lehet nézni saját magunkra úgy, hogy mit csinálunk jól, mit csinálunk rosszul. Pénteken és szombaton 7 ország szakemberei tartanak előadást a meséről, az irodalom, a folklorisztika, a pszichológia, a pedagógia és a művészettörténet nézőpontjából. A szerb népmesékről például Nemanja Radulović folklorista szólt. A kétnapos rendezvény célja a mese tematikáját több aspektusból megvizsgálni. Ezek a konferenciák mindig interdisziplinálisak, ezért nagyon érdekes a mesét egy ilyen szempontból megvizsgálni, ugyanis ma a mese nem csak az irodalom, vagy a pedagógia, vagy akár a folklorisztika szempontjából fontos műfaj, hanem a tanításnak, akár a pszichológiának is egy nagyon közkedvelt műfaja. Az MTTK hagyományos nemzetközi tanácskozását most szervezte meg 8. alkalommal. A mese témájára azért is esett a választás, mert szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján lesz a Magyar Népmese napja.